Püspökladány, 2019. november 18-a, éjszaka 2 óra 57 perc. Egy nagy erejű robbanás rázta meg a várost. Elképesztően félelmetes érzés volt. Hirtelen azt hittem, hogy földrengés van, ugyanakkor csodálkoztam, hogy nem remeg a ház. A nagy robbanás után egy ilyen folyamatos morajlást lehetett hallani, amit egy hatalmas nagy fény is dúsított, így éjszaka közepén a lakásban, hirtelen ezt nem tudtuk hova tenni. Akkor kipattantunk az ágyból mindannyian, és kimentünk a teraszra, ahol azt láttuk, hogy egy nagy, hatalmas nagy lángcsóva nem csak fényes, hanem óriási nagy meleget is áraszt magából. Olyan, mintha a legnagyobb kánikulában délben sütkéreznénk a napon. Akkor először a nagy ijegységben, hát ugye megijedtünk, főleg így egy nem tudatos alvásból felriadva, azt hittük, hogy a szomszéd háza ég, és akkor megijedtünk, hogy ez a tűz át fog terjedni a szomszédok és mi felénk. Aztán tudatosítottuk magunkban azt, hogy bemértük így nagyjából az érzékeinkkel azt, hogy ez a tűz, ez egyrészt sokkal nagyobb annál, mint hogy egy ház égne, mert mint ahogyan utólag a híradásokból megtudtuk, ez legalább 100 méter magas lángcsóva volt, és ráadásul messzebb is van, ami ugye egy biztatóbb körülmény. Akkor megnyugodtunk, hívtuk a 112-t, és ott nem tudták, hogy pontosan mi a helyzet, azt gondolták, hogy a hőközpont robbant fel, ami a városban van, tehát az valóban nagy pusztítást okozhatott volna. Szerencsére nem történt nagy baj, de hát ezt most már úgy is lehet tudni a hírekből, tehát nem sérült meg senki. Ami egyébként nagy csoda, tehát szerintem ez egy óriási csoda. Legalábbis testileg. Most ebben a felvételben én kifejezetten a lelki tényezőt szeretném kiemelni. De mielőtt rátérnék arra, ami valódi probléma lehet lelkileg, elmondom, hogy mit tettem. Ott és akkor fölhúztam a cipőmet, és elindultam ki az utcára, hogy megközelítsem a probléma helyszínét, tehát ahol a lángcsóva van. Hát azt nagyjából lehetett látni, hogy mindenhonnan lehetett látni ezt a nagy lángolást. Úgyhogy könnyű volt elindulni abba az irányba. Ennyi embert az utcán még nem láttam. Tehát olyan, mintha a legnagyobb csúcsforgalomban lennénk, autók mentek mindenfele, emberek szaladgáltak, mindenki kérdezte a másiktól, hogy mit tud, mi az. Tehát mindenki valamilyen bizonyosságot keresett arra a nagy kérdésre, hogy egyáltalán mi történt. Pokoli volt a helyzet már csak ebből, tehát az emberek reakcióit látva szintén. Nemhogy magát a fő eseményt nézve, mert az valóban szó szerint pokoli élményt adott. Szóval elindultam abba az irányba, főleg tudván, hogy otthon, az otthoniak biztonságban vannak, tehát ugye ez a tűz sokkal messzebb van annál, mint hogy most közvetlenül érintse a mi otthonunkat. Egyébként feleségem szüleinél voltunk, Püspökladányban, és ott töltöttünk néhány napot. Tehát a lényeg, hogy odaértem a keleti sorra, így hívják azt az utcát, ami a legszélső utca, amivel pontosan szembe van ez a gáz elosztó vagy fogadó központ, ahol egy ilyen fő csővezeték szó szerint felrobbant a föld alatt. Vélhetően, majd ezt is ki fogják deríteni, vagy lehet, hogy ez most már ismert is, hogy hibás volt, és akkor ott megrepett, és egy óriási nagy nyomástól ez fölrobbant. Amikor még otthon voltunk, akkor ilyen kopogó hangok voltak a terasz feletti műanyag, ilyen hullámpala tető, az felerősítette ezt a hangot, tehát ezt a kopogó hangot, meg az autó is, hát azon is kopogott rendesen. Üvegessé olvadt
a föld, ugye, ami a hatalmas nagy hőtől összeolvadt, és így ment mindenfele. Tehát azért mi ott messzebb voltunk a robbanás központjától, nem tudom, talán egy satszom szerint, biztos, hogy egy kilométeren belül, talán 800 méter lehetett, és a legszélső utca, ahova én elmentem, ott pedig azok, ha jól tudom, olyan 300 méterre lehettek körülbelül ettől a helytől, tehát a robbanás központjától, vagy csak 200. Most ott súlyosabb volt a helyzet ahhoz képest, amit mi tapasztaltunk, mert ott igazán nagy hő volt. Na most ott nem sétáltam volna az utcán, akkor, amikor a műanyag redőnyök így leolvadtak az ablakokon is. Voltak ablakok, amelyek a nagy hőtől megrepedtek. Van, aki nem tudott kimenni az utcára, az udvarra, amikor kinyitotta az ajtót, így a beszámolók szerint, mert akkor nagy hőhatás érte őt. Szerencsére a szakik, egyrészt ugye a gázosok észnél voltak, és gyorsan elzárták a csapokat mindkét irányban, és az, ami benne volt gáz ebben a csővezetékben, 1 méter átmérőjű csővezetékben, hát óriási nyomás van benne, és ami abban benne volt, az, ha jól tudom, reggel 6-ig körülbelül, tehát egy olyan 3 órán keresztül még égett. Tehát azért súlyos volt a helyzet, de milyen szerencsé, hogy egy ilyen nagy gázcső nem a városon megy keresztül, úgy alatt a házak alatt, vagy csak az úttest alatt. Szóval nem sérült meg senki, nagyobb baj nem esett, nagyobb káresemény nincs, így a lakosság részéről, tehát senkinek nem égett le a háza, ott volt a polgárőrség azonnal, a rendőrség, a tűzoltók, tehát ők az igazi védő angyalaink, akik rögtön megjelentek, tehát egyrészt készenlétben voltak, és vigyáztak arra, hogy nehogy valami tűz tovább terjedjen. Ott a nádas, mert ott ilyen tavak is vannak, ott a nádas az rendesen égett, tehát azért az nem is véletlen, hiszen annak ellenére, hogy így november közepén nedves a levegő rendesen, vagyis hát a talaj is, meg minden, tehát azért meg tud gyulladni, hogyha úgy nagyobb tűz keletkezik. Tehát azt eloltották, és hát biztos, hogy a gázosoknak azért ez egy súlyos tétel lesz, de az nem a mi problémánk, azt úgyis meg fogják oldani, aztán majd végén a számlán úgyis ránk terhelik, de ez most egy másik kérdés. Szóval nézzük meg, hogy ha már terhelésről van szó, akkor milyen más teher van, amiről beszélnünk kell, és ez a fő motívuma ennek a felvételnek, ami miatt én ezt a sztorit itt most felhoztam, ez pedig a lelki teher. Ugyanis lehet, hogy senki nem halt meg, bár én bevallom őszintén azt hittem, hogy egy ilyen központot, tehát ilyen gáz elosztó központot, ami a városnak egy ilyen fontos létesítménye, ami ott van a város mellett, mert hát gondolom onnan kapják tehát onnan osztódik el a különböző csővezetékeken a város felé a gáz. Hát ezt valaki védi, egy biztonsági őr minimum, aki ott áll, és vagy ott egy kis bódéban figyel, és akkor, hogy minden rendben legyen, mert hogyha egy ilyen helyszínt valakik akár csak hecből megbuherálnának, akkor az súlyos problémákat okozhatna, de ez csak az én gondolatom volt ott, és akkor, amikor ott kint voltam, és figyeltem, hogy ott minden történik. Tehát akkor azt hittem, hogy ott minimum egy ember meghalt, mert hogy ott nem maradhat senki életben egy ilyen robbanás után, az biztos. Aztán ez kiderült, hogy nem. Tehát, hogy nincs ott senki, de mondom, én ezen csodálkozom, hogy ezt nem védi, egy ilyen létesítményt nem véd senki. Szóval a lényeg, hogy nincs anyagi szinten nincs nagy baj. És a anyagi szinten itt most a testi szintet is gondolom, tehát, hogy az emberek rendben vannak, egészségesek testileg. Oké. Na de mi a helyzet odabent? Mi a helyzet a lényeggel, akik mi tulajdonképpen valójában vagyunk, a lelkünkkel, a tudatunkkal, hogy az milyen sérülést szenved ilyen helyzetekben? És most akkor ezt a püspökladányi sztorit egyfajta hát friss és dús élményként felhozva, és ez indukálta egyáltalán, hogy erről beszéljek, de azért gondold a saját helyzetedre, tehát vetítsd a saját helyzetedre, és úgy gondold át mindazt, amit én itt fogok mondani, és ez alapján elsősorban magadnak, és hogyha van, vagy lesz olyan helyzet, amikor másoknak segíthetsz, akkor talán ez ad számodra egy támpontot, hogy hogyan indulj el abba az irányba, hogy annak,
neked, vagy annak, akinek ez probléma, aki egy ilyen traumás helyzetet átélt, és megmaradt szerencsére, az hogyan enyhülhetne ebben, abból a negatív tapasztalatból, ami elképzelhető, hogy a felejtés révén a mély tudatalattiba süllyed, és onnan befolyásolja őt a jövőben, vagy egy ilyen erőteljes, végsősoron az se annyira tudatos, de mégis a tudat szintjén működő elfojtás határoz meg. Mert ha problémákat elfojtunk, ez általánosságban igaz, akkor az nem azt semmiképpen nem jelenti azt, hogy az megszűnik és eltűnik. Ez nem olyan, mint a tűz, hogy ezt úgy elfojtjuk, és akkor az úgy már nincsen. Ez nem az a hasonlat, hanem elfojtjuk, tehát tulajdonképpen mélyre nyomjuk. Tehát lenyomjuk. Tehát a probléma az megmarad, csak jó mélyre elnyomjuk. Tehát most ez is egyfajta tudattalan, pontosabban nem tudatos reakció lehet bizonyos helyzetekben. Tehát ugye egyáltalán magunk előtt is, hogy tagadjuk, hogy az a esemény megtörtént, és akkor hárítunk. És akkor azt, ha elnyomjuk, akkor az kérdés, mivel az is egyfajta, hát nyomás, milyen érdekes ezek az összefüggések, ezek a szavakkal, itt milyen jól lehet. Tehát én ilyen szavakkal hogy lehet játszani, hogy én elnyomom, akkor ott egy nyomás keletkezik, ami valahol majd kitör. Egy gázkitörés lesz belőle, hát ha nem is gáz, de minden esetre elég gáz, hogyha az kitör. Az a lelki probléma, amit mi elnyomtunk. Tehát az a probléma önmagában, hogy amit elnyomunk, az sokkal nagyobb lesz később, mint amikor elnyomtuk. Mintha kamatozna. Szóval saját magát, mintha gerjesztené. És akkor az hogyan jelentkezik? És akkor ez az, amit nem lehet felismerni később, hogy akkor az egyáltalán mi? Hogy ez egyáltalán honnan jön? Hogy mi ennek a fő oka? Miért keletkezett az? Miért érzem magam olyan pocsékul bizonyos helyzetekben? Tehát amikor ezt már nem tudjuk lekövetni, vagy nem tudjuk másokon lekövetni, akkor itt már valóban terápiára van szükség olyan emberre, olyan szakemberre, aki képes egy kicsit felszínre hozni, lemenni a mélyre, és felszínre hozni azokat a problémákat, hogy meg lehessen egyáltalán oldani. Tehát végsősorban itt egy oldásról van szó, hogy megoldásról, hogy megoldjuk azt a problémát, ami probléma maga. Szóval, ha lehet, akkor, és minden a tudatosságra megy vissza. Ha lehet, akkor ott rögtön, azonnal oldjuk fel a problémát. Még akkor is, hogyha ott és akkor nem gondoljuk, hogy az olyan nagy probléma. Tehát én ebben az esetben, annak ellenére, hogy hát rendesen be voltam tolva az ágyba, amikor jött ez a hatalmas nagy robbanás, túléltem, sőt, kiszaladtam, odaszaladtam, igaz, azzal a motivációval, hogy ha már az otthoniak rendben vannak, akkor hát, ha segíthetnék valakinek, hiszen még a 112 sem tudott arról, hogy most mi a helyzet, akkor hát kénytelen voltam. Hát kénytelen, tehát persze most meghúzhattam volna otthon magam, és azt mondom, hogy majd elmúlik, de hát szóval, hogyha van bennem egy ilyen jó szándék, hogy talán másoknak is segíthetek, akkor miért ne mehetnék? Miért ne? Hát egészséges vagyok, erős vagyok, kimegyek, hát ha szükség van, hát csak egy vödör vizet öntök arra a tűzre, vagy nem tudom, hát azt nyilván azt nem oltották, annak el kellett, hogy oltódjon saját maga, tehát kifogjon a gáz abból, akkor azt mondom, még nem tudtam, de hogyha akár mondjuk a nádasban eloldhattam volna egy kis égő fűcsomót, akkor is hozzátettem valamit ehhez a közöshöz, tehát úgy mondhatni, volt értelme a működésemnek. Tehát, hogy ezzel a szándékkal mentem oda, akármilyen mértékben, tehát, hogy talán valamit tudok segíteni. És már most el kell, hogy mondjam, mert talán valakiben fölmerülhet a kérdés, mivel ott volt kint a sajtó, és ilyenkor, hát persze, hát mindenki végzi a maga munkáját, és mondjuk főleg, ha a sajtó részét nézzük, akkor annak ez egy zicser helyzet, hogy tudósítson, elsőként tudósítson. Mindenki nyomta föl a Facebookra a legjobb fotókat, és tényleg gyönyörű lát. Mert most vonatkoztassuk el magától a problémától, meg a esetleges veszélyektől. Tehát maga a látvány ott és akkor, hogyha meg tudtál békélni azzal, hogy azért ez egy rendkívül veszélyes helyzet, tehát azért gyönyörű volt. Tehát olyan képek születtek, hogy nem én vagyok itt a nagy fotósztár, tehát most amit én csináltam, egy-két fotót meg videót, azt ugye itt mutatom. De a lényeg, hogy
itt azért külön is érdemes vizsgálni magának ennek a nagy jelenségnek az összetevőit. Tehát én gondolkodtam is rajta, ott kint, mert ott biztonságban voltunk a keleti soron, tehát azért ott elválasztott minket egy tó is attól a forrás, tehát a robbanás helyszínétől. Tehát ott biztonságban voltunk, és gondolkodtam azon, hogy ezt a felvételt ott fogom megcsinálni. Mert már akkor ott éreztem annak, tehát ez az indukált állapot, ez már akkor jelen volt bennem, hogy ott és akkor. Viszont nem akartam beállni egy ilyen, abba a hullámba, amit most lehet, hogy üzletileg hülyeség, amit mondok, mármint olyan szinten, hogy hülyeség volt kihagyni, hogy fölüljek arra a hullámra, ami ugye egy ilyen figyelmi hullám, tehát mindenki rácuppan ilyenkor erre a témára, rákeres, a YouTube-on ott vannak, egymást ajánlják is a videók, amik egy összetartoznak téma szerint, és akkor erre jó ráállni, és akkor most hazamentem volna, akkor egyből ezt megvágom, és vagy meg se kell vágni, és akkor egyből föltöltöm, és akkor jöhet a nézettség, és akkor ez milyen jó. Na most én ezt nem akartam, mert mint ahogy mondtam is itt az elején, hogy én úgy gondoltam, hogy ott biztos, hogy valaki meghalt. Tehát akkor inkább próbálok egy imát megfogalmazni ő felé, ez meg is történt, tehát gondoltam, hogy ott valakinek az élete megváltozott, átalakult, és ezen túlmenően még az állatokra is gondoltam, mert ott ugye ilyen, tehát eleve nádas, meg fák, nincs erdő, de fák, sok-sok fa volt ott legalábbis ott a házak környékén, tehát hogyha ott a redőny megolvadt, akkor vélhetően a madarak is, főleg akik közelebb voltak, vagy mindenféle állat, megszenvedte ezt a jelenséget. Tehát én próbáltam így egy ilyen együttérzéssel közelíteni azon lények felé, akik ezt elszenvedték. És hogy ennek, mert túl sokat nem tehetek, tehát annak egy nagy madár rajongó vagyok, ezt talán tudhatod itt a Manners Garden csatornájáról, ha esetleg a kertünk YouTube csatornáját már láttad, és talán még követed is, akkor tudhatod, hogy itt nálunk nagy a madár szeretet. Ennek ellenére túl sokat nem tehettem, viszont találkoztam hazafele jövet egy macskával az úton, mert nagyon sok állat, tehát főleg kutya, elképesztően sok kutya ugatott és nyűszített, akik hát nyilván otthon voltak, tehát bent a zárt kertben. A macskák meg mindenfele szaladgáltak, tehát nagyon sok volt belőlük, és volt egy, aki ott ült, hát elég szomorúan ott az egyik kocsi bejárónál, akit én oda mentem, és ugye elkezdtem simogatni, és ennek nagyon megörült, mert végre volt egy kapcsolódási pontja neki is, szerintem ezt éreztem rajta, és most el kell, hogy mondjam, tehát, hogy mi nem nagyon kedveljük itthon a macskákat, most nagyon finoman fogalmaztam, a madarak miatt, mert azok, még ha tele vannak tömve mindenféle ilyen macskakajával, akkor is az ösztönük bennük van, hogy megfogjanak egy madarat. Tehát ez nem egy szép dolog a mi szemünkben, és legalábbis a mi helyrajzi számunkon, tehát ott macskának nincs helye, de ennek ellenére ez nem azt jelenti, hogy én nem szeretem őket, úgy összességében imádom őket is, és akkor így minden állat felé fordulva és jó kívánságaimat megfogalmazva, hogyha itt ebben nagyon sokat szenvedtek, és szenvednek, főleg ugye a kutyák, azok valahogy jobban, szerintem jobban megsínylették ezt a helyzetet, hogy az ő a kis macskának a hát és nyakvakarásával fejeztem ki ezt az odaadásomat az állatok felé is. Na most, ez most olyan viccesen hangzott, de végső soron azért, hát most miért különítsük el? Érzőlények, emberek, állatok, nem mindegy. Mindenki szeretne egy kicsit boldogabb lenni, és a szenvedéseitől megszabadulni. Tehát azért vannak közös pontjaink. Szóval visszatérve akkor saját magunkra, mert most az állatokkal mondjuk akkor ennyit tudok tenni. Szeretem őket, az emberek részéről pedig, ami ugye mondom, itt a fő kulcs gondolat, hogy hogyan tudjuk mi magunkban helyre tenni az ilyen traumás helyzeteket. Ugye a pszichológia poszttraumás stressz rendellenességnek hívja azt a jelenséget, ami egy nagy megrázkódtatás után ér bennünket, amit mi... Ha jól emlékszem, ha 3 hónapon belül van még meg ez a helyzet, akkor az egy akut helyzet, ha pedig azon túl, akkor az már egy krónikus helyzet, tehát hogy visszatér. És mi az, ami visszatér? Ez, amit
sokszor nem is lehet beazonosítani, hogy mitől van az, tehát ehhez tényleg szakember kell, hogy ha valaki nem tudja, hogy ilyen vegetatív idegrendszer szintjén, vagy egyáltalán, tehát a testében érez olyan jelenségeket, ami tudom, gyomorgörcs csak úgy jön, meg szétszór, nem tud odafigyelni, vagy hirtelen agresszív lesz olyanokkal szemben, akiket szeret, és tulajdonképpen nincs ok, ami miatt mondjuk fölemelni a hangját, vagy úgy válaszolna, és ez nem feltétlenül csak egy tinédzserre értendő, aki éppen egy ilyen átalakulási folyamatban van, és nem akarja, hogy beleszóljanak az életébe. Tehát, hogy hirtelen úgy megváltozik valami, ami addig nem volt, tehát nem, ami nem logikus. Ami most már nem logikus. Tehát, hogy ez miért van? Miért van? Miért leszek ideges? Miért leszek feszült? Tehát, hogy ilyen helyzetek, vagy például az összpontosítás gyengül, tehát hogy nem tud odafigyelni arra a dologra, amivel foglalkozik éppen, mondjuk olvas valamit, és akkor rögtön elkalandoznak a gondolatok, és bejön a képbe valami. Tehát ez az, amikor már elfojtott, vagy elfeledett a probléma. Tehát én ezt két részre bontottam, hogy van az elfeledett, ami ugye az idővel elfelejtünk dolgokat. Ja, igen, akkor volt egy robbanás. Ja, igen, akkor volt egy baleset, stb. Lehet, hogy csak láttuk azt a balesetet, és az bennünk milyen nyomot hagyott. Vagy tudatosan elfojtjuk, vagy nem tudatosan, nem szándékosan, de mégis valahol az is egy ilyen tudatos, hát megjelent most egy zavart helyzet, mert ugye azt mondhatnám, hogy ez egy tudatos folyamat, tehát tudatosan nyomom el, de tulajdonképpen nem tudom, hogy azt elnyomom. Tehát, hogy akkor ott van egy ilyen nyomottság, na hát erről már beszéltem. Tehát beszélni, ha már a nem tudatos dolgokról beszélünk, akkor beszélnünk kell a tudatosságról, ami, ahogy mondtam is, a kulcs tényező, ha a megoldást keressük. Mert a megoldás, de mindenben igaz. Tehát a tudatosság az mindenben egy kulcs tényező. Oké? Ezzel szerintem nem mondtam újat, és elég sokszor is beszélek a tudatosságról. Hadd definiáljam újfent a tudatosságot. Rendben? A tudatosság azt jelenti, hogy tudom, hogy mi az, ami van. Azt is tudom, ami nincs. Na most azon nem kell gondolkodni, hogy mi az, ami nincs, hanem elég, ha tudom, hogy mi az, ami van, és akkor már tudom, hogy mi az, ami nincs. Ez az egyik. Tehát a valóság tiszta látása. Ez nem a tisztán látás, amikor ilyen mindenféle hókusz-pókuszról van szó, hogy valami olyasmit látok, amit más nem lát, de én már látom. Az én esetemben ilyen csak maximum két sör után szokott megtörténni, de ez most tényleg csak a vicc helye, úgyhogy ezt vonjuk ki a jegyzőkönyvből. Szóval a lényeg, hogy ez az egyik aspektusa a tudatosságnak, hogy én tudom, hogy mi az, ami van. A tények. A másik pedig az összefüggések látása. Ha lehet, minél nagyobb átlátása. Minél nagyobb tudatosságról akkor beszélhetek, hogyha ez az átlátás, tehát az összefüggések átlátása, logikai kapcsolatok, jelenségek között, miből adódik, ez minél távolabbi az időben és a tényezők között. Tehát, hogy mondjuk a lánc folyamatban. Tehát, hogy ha ez adódik ebből, akkor ebből mi adódik, és abból majd adódik az, meg az, meg az, és akkor azokból is valami. Tehát, hogyha ezeket így megpróbálom, tehát tulajdonképpen erre nem kell nagyon törekedni, mert a tudatosságunk fejlesztése, fejlődése pozitív vagy negatív irányba folyamatos. Erre megvannak a módszerek természetesen, és főleg a kelleti meditációk, de hát nem kell nagyon messzire menni, mert vannak erre ilyen pszichológiai gyakorlatok is, amiket akárhol elsajátíthatunk, és akkor a tudatosságunkat egy kicsit tudjuk mindig javítani, mert ez a cél, hogy javítsuk. És hogyha átlátjuk az összefüggéseket az időben vissza és előre, akkor egyre tudatosabb életet tudunk élni. Tehát itt ez a kulcs, hogy ha a tudatosság megvan, akkor tudom, hogy mi van, nincs fantáziálás, abból indulok ki, ami van, ez a legbiztosabb pont itt és most, hogy tudom, hogy mi van, és látom, hogy bizonyos helyzetek, jelenségek, eredmények hogyan keletkeztek, ez megint egy bölcsességet ad számomra, hogy abból ki tudom gazdálkodni azt a tervet, ami a jövőbe, egy szebb jövőbe visz engem. Tehát, hogy ha majd ezt teszem, akkor az lesz, ha utána azt teszem, akkor az lesz, ez most nagyon egyszerű
megfogalmazása annak, hogy az összefüggéseket hogyan és miképpen látom. Ettől a valóság, a világunk az sokkal bonyolultabb, sokkal összetettebb. Tehát ezt azért jó minimum belátni, hogy így van, hogy mindennek van valamilyen összefüggése, mindennek van valami oka, mindennek lesz valamilyen okozata, ami egy újabb okká válik, és az megint valamit okoz. Tehát, hogyha ezt legalább belátom, akkor már nyerő vagyok a nagy átlaghoz képest biztosan, ha pedig minél inkább átlátom, akkor annál tudatosabb életet tudok élni. Mert ez az annál tudatosabb élet, akkor most már nem csak egy ilyen ezoterikus bullshit lesz, hanem egy tényleg egy logikus kifejezés, konkrétan az, hogy én, amit ma teszek, akkor annak látom nem csupán a közvetlen hatását, hanem elnyújtva az időben, mondjuk akár egy év múlva is, hogy milyen hatást érhetek el. És így belegondolok, hogy például milyen döntéseket hoztam egy évvel ezelőtt, az most milyen hatással van rám? Hogy igen, most magamtól megkérdezem, hogy jó döntés volt-e az, hogy a nyilvános beszéd és retorika tréningeket akkor, régen, majdnem azt mondtam, hogy megszüntettem, de ez nem igaz, hanem szüneteltettem, tehát megállítottam azt a folyamatot, ami majd el fog indulni, de itt most valami van közötte. Tehát most magamtól megkérdezhetem, hogy ez jó döntés volt-e? Igen, jó döntés volt. Jó döntés volt, mert láttam akkor azt, hogy egy ilyen újjáépítési, épülési szakaszba kezdek bele, és akkor hova fogok jutni, és mit fogok majd elérni mások javára. Mert itt ez a kérdés, hogy az, amit akkor csináltam, az elég jó-e a többieknek ahhoz, hogy haladjanak, hogy fejlődjenek, szemben azzal, hogy ha én átmegyek ezen a folyamaton, amiben még mindig benne vagyok, akkor majd a jövőben az milyen mértékű jó hatással lesz másokra. Össze tudom vetni ezt a kettőt. És tudok mérlegelni. És ebben még benne van az is ám, de nem csak másokra gondolok, hanem erre is itt középen, magamra, hogy nekem ez jó-e, hogy én jobb leszek-e, jobban érzem-e magam, hogy egyáltalán túl tudom-e élni jobban azt a helyzetet, amit mondjuk addig csináltam, vagy amit ezek után fogok. Tehát ezt meg kell vizsgálni. Tehát ez egy előteljes összefüggés rendszer, ami erőteljes alatt inkább azt mondom, azt értettem, ez nem biztos, hogy megfelelő kifejezés, tehát, hogy egy szövevényes, inkább ez sokkal, sokkal találóbb. Tehát, hogy ez egy szövevényes összefüggési rendszer, amit nekem át kell látnom. Most ezt itt át tudom látni. És akkor erre tudok tervet is készíteni. Tehát ebből már egy tervet tudok készíteni. Ez még fontosabb, hogy ebből tudjak kigazdálkodni a következő lépéseket. Hogy én ezt így és úgy látom, hogy milyen emberekkel vagyok kapcsolatban, milyen emberekkel nem vagyok kapcsolatban. És így tovább, és így tovább. Te nem magamról akarok beszélni, hanem rólad. Vagy arról, akinek te segítesz azáltal, hogy azt a problémáját, ami egy ilyen erős, traumatikus helyzetből kialakul, és akkor ugye erről beszéltem, ez a poszttraumás stressz zavar, ami ugye kialakulhat. Tehát ez egy erős lelki probléma, ami ott van a mélyen. Ezt föl kell valahogy hozni, és ha lehet, akkor itt jött be a tudatosság kérdése, ott és akkor dolgozzam föl, ahol ez történt. Rögtön, ha látsz egy balesetet, ami nagyon szörnyű, és érzed, hogy ez milyen hatással van rád, akkor ott helyben akár menj bele ebbe a folyamatba. Vagy ha ott erre nincs alkalom, mert nyilván most ott egy balesetet hoztam föl példaképpen, ott mindenki bámészkodik, hát nyilván ott az nem annyira alkalmas környezet. Tehát akkor este vonulj vissza, és akkor dolgozz föl magadba. Ehhez szeretnék egy-két tippet adni. Tehát tulajdonképpen én most semmiképpen nem szeretnélek se téged, se mást sem arra biztatni, hogy kizárólag saját maga oldja meg a problémáját, ha már nem tudja az okát. Mert ha nem tudja az okát, akkor jó, ha van egy szakember, aki ebben segít. Előfordulhat, hogy hipnoterápiára van szükség, mert valahol nagyon a múltban van valami olyan probléma, amit elő kéne hozni.
És bizony itt már az előző, igen, az előző életek is bejátszanak, a hipnozissal bizonyítják egyébként tudományosan is, hogy vannak előző életek. Tehát valamilyen folytonosság a tudatnak, egyfajta folytonossága az fennáll. És ez még mindig egy ilyen materiális megközelítése a dolgoknak. Itt még nincs is semmiféle ilyen vallási jellegű, vagy valami más spirituális megközelítése ennek. Egyszerűen csak a bizonyítása van annak, hogy valami történt még a születés előtt is, amit hozunk. Tehát ezért ebből ki lehet következtetni azt, hogy nem feltétlenül csak az a benyomás ér bennünket, tehát nem csak abból gazdálkodunk, ami ebben az életben, mondjuk születésünk vagy fogantatásunk óta ért bennünket, hanem valami sokkal mélyebb, messzebb lévő problémák is felmerülnek. Ez nagyon-nagyon érdekes dolog, és nem is arról akarok itt beszélni, hogy most kik meg mik voltunk előző életünkben. Ez nem is lényeges. Tehát ez nem is lényeges, hogy én mondjuk egy császár voltam, és akkor uralkodtam. És akkor most én nekem úgy kéne viselkednem, mintha én még mindig az a császár lennék. Szó sincs róla, de lehettem bárki, egy boszorkány is akár, ki tudja. Szóval ez nem érdekes, hanem a tapasztalat érdekes, amit áthozunk. Tehát ami benyomás, ami ér bennünket, mert az egót azt most építjük fel ebben az életben, és ez itt a fő probléma, megint csak az ego, az önazonosság. Tehát az, ami valóban mondjuk a fogantatásunk után kezd bennünk fölépülni, és ezt erőteljes munkával, keményen, nagy küzdelmek révén fölépítjük, mert valamit begyűjtünk magunknak, egy önazonosságot fölépítünk, tehát amihez végre lehet ragaszkodni. Tehát ez az általános tendenciája a létezésünknek, hogy gyűjtögetünk mindent, és nem csak a lóvéről beszélek, hanem a tapasztalatokról, a testről, a testet is építeni kell, hát minimum egészségesen tartani, tehát az is egyfajta ragaszkodás, egy vágynak a megtestesülése, és tulajdonképpen ezeket mind fölépítjük, ami megfogható. Most nem csak a pénz mondom, tehát az anyagi javak, az is hozzánk tartozik, ez a mobiltelefon is, most éppen azzal rögzítem ezt az eseményt, ez is hozzám tartozik, az enyém, király, legjobb fajta, sőt, ez a pohár víz is az enyém. Bebizonyítsam, hogy az enyém. Most garantáltan az enyém lesz, mert ezt még el lehet tőlem venni. Ettől még félhetnék, hogy ezt valaki elveszi tőlem, de én most figyelj, megiszom. Most ez a víz már az enyém. Oké, nem örökre, mert majd elmegyek a vécére, és akkor muszáj lesz továbbadnom, de addig az enyém, garantáltan. Tehát most ezt nem fogja belőle már kivenni senki. Tehát tulajdonokat hozok létre, én gyűjtök magam köré, és ugyanilyen tulajdonom az elmém is, a gondolatom is, a barátaim is az enyémeim, szóval mindenki az enyém, akire és amire én úgy gondolok, hogy az az enyém. Ez az én napom. Jó napom volt, jó napom van, még mindig van, már lement a nap már régen, de akkor is ez az én napom. Ezt én így gondolom. Tehát milyen érdekes, hogy mindent magunkévá teszünk, és ez itt az egyik fő probléma, hogy kialakul bennünk a nagy tulajdonlás révén a veszteségtől való félelem. És ezt most azért hangsúlyozom, és azért beszélek itt most az önazonosságról, az egóról, mert ez hozza létre ezt az eredendő problémát, amiről itt most beszélek, ami ugye a félelemből, a veszteségtől való félelemből épül, tehát hogyha történik egy ilyen helyzet, gázrobbanás, bum, és akkor mi történik? Leolvad a redőny, és akkor ugye meggyulladt talán a ház is, ami nagy csoda, hogy nem gyulladott meg. És akkor félek. Félek attól, hogy először rögtön attól félek, hogy velem mi lesz. Ez az első. A másik, mi lesz a szeretteimmel, a gyerekemmel, az anyámmal, az apámmal, a férjemmel, a feleségemmel. Vajon velük mi lesz, ha már egy kicsit eszméltem? De az első én vagyok. Akár ezt még egy anyuka sem fogja tudni letagadni maga előtt. Nyugi. Ez normális. Tehát az egónak ez egy tök normális törekvése, saját magát félti, ez az első, utána az összes többit, aztán azokat a javakat, amiket
összegyűjtött, hogy vajon azzal mi lesz a házam, hát azt nem tudom a hónom alá csapni, magammal vinni és elfutni. Ez nem megy, de akkor legalább körülnézek, és mit tudok magammal vinni, mondjuk viszem a hangrögzítőt, a mobiltelefont, a számítógépet. A vizet itt hagyom, az nem érdekes, az majd lesz máshol is, de azért egy-két dolgot azért csak fölkapok, és magammal viszek, és amit tudok, és akkor futok. Szóval, tehát az már egy mérlegelés, az már egy következő szint. Tehát a veszteségtől való félelem, ez tartja fent ezt az egészet, mert ha ez nem lenne, akkor mi történne egy ilyen helyzetben? Bum! Fölébredsz, oké, megijedtél, mert azért csak fölriasztottak az álmodból, hoppá, rendben van. Milyen érdekes tapasztalás. Fény ár van a sötét szobában, kimész, egy gyönyörű nagy lángcsóva ott a város szélén, egy kicsit úgy megállsz, megpihensz, így mosolyogsz rá, nem fotózod le, mert már akkor nincs, mondom, nincs ragaszkodásod, minek fotóznád le, tehát akkor már csak a pillanat számít, amit éppen akkor és ott megélsz, és úgy nézed gyönyörközben, de szép, jaj, terjed a tűz, most ez egy ilyen következő lépése, hogy esetleg, ha ez megtörténhetne, terjed a tűz, már égnek ott a házak, te fogod magad, és szépen kisétálsz, és még föl is öltözöl előtte szép a szebbik ruhádba, és úgy elmész, és úgy elmész, hogy azért mégis megmaradjál. Most én itt viccelődök ezzel, de csupán arra akarok rámutatni, hogy itt, és megerősíteni, hogy itt a veszteségtől való félelem az, ami befolyásol bennünket, és ez, ami meghatározza a működésünket rögtön elsősorban az ego szintjén. Tehát az önazonosság szintjén. Ugye itt az együttérzést be kell hozni a képbe. Tehát ha azt mondod, hogy igen, oké, én már megvagyok, lássuk, rendben, fogom a gyerekeimet, fölkapom, szólok az anyámnak, apának, gyertek, menjünk, fussunk. Tehát hogyha ezt meg tudjuk tenni, ez még mindig az egóhoz tartozik, mert mit véd? Mit akar megtartani? Mitől... Tehát, hogy a veszteség ne legyen ilyen szinten sem, hogy a család tagjaimat magammal viszem, elviszem, biztonságba helyezem, tehát ez mindig az, hogy az én apám, az én gyerekeim, az én anyám, az én feleségem, az én férjem, tehát, hogy őket védeni, tehát én, megint csak arról beszélek, az énről. És ezt ne figurázzuk ki, tehát ez nem azt jelenti, hogy én most erre azt mondom, hogy ez rossz. Tehát szó sincs erről, én csak az egónak a természetét írom le. Tehát a ragaszkodás itt a fő probléma, az húzódik meg minden egyéb más probléma mögött, hogy valamihez ragaszkodunk. Tehát ezt nem is akarom túlmagyarázni, mert erről sokat beszéltem máskor, más szituációban, így videókon, azt megnézheted, vagy hangfelvételeken, és fogok is nagyon sokat beszélni, mert itt mindig valahol vissza kell, hogy ide kanyarodjunk, hogy a megértésünk sokkal nagyobb legyen abban az adott problémában, és konkrétan ebben, amit itt most én részletezek. Tehát, ha azt nézem, hogy a poszttraumás stressz probléma mögött, stressz, mert tulajdonképpen ez egy stressz reakció, tehát nem is a helyzet maga a stresszes, hanem egy stressz reakció van, tehát ezt sem kell túlságosan magyarázni, mert valakinek ez egy szép látvány, másnak meg ez egy horror. Tehát most két oldalról nézzük meg. Most mire gondolok? Hadd mondjak erre megint csak egy aktuális példát ebből a püspökladányi sztoriból, hogy amikor oda kimentem, és ott néztem az embereket, mert ha úgy nyugi van, és nem kell futni, és nem kell kapkodni, akkor azért van alkalom és lehetőség arra, hogy megfigyeljek másokat. Tehát azért itt föl lehetett azt fedezni, hogy sokan, főleg fiatalok, azért jöttek oda ki, hogy hát, hogy buli van. Na, ez van. Fölültek a bringára, a motorra, kijöttek, és ott nézelődtek. És ott még poénkodtak is, és mosolyogtak, és úgy elvoltak. Tehát ez is egy természetes reakció, tehát ő, az ő részükről ez nem egy nagy... Tehát ezt sem, nem akarom őket ledegradálni, de az ő
helyzetükben, de mivel nagyon sokan vannak ezzel így, ez mondjuk úgy, hogy normális. Az nem, egyébként a normális az nem feltétlenül mindig jó, hanem az, hogy normális, tehát a legtöbben így viselkednek egy ilyen helyzetben. Tehát, ha történik egy baleset, és halálos baleset, minden ember ott köré gyűlik, és ott bámul. Mert olyat még nem látott, mégiscsak valamilyen történés, valamilyen esemény az ő szürke életében, valami legalább történik, tehát sokan így látják ezt. Tehát én ezt így érzem, tehát ezt annyira lehet érezni. És akkor ott néznek. Szóval itt is ez van. Ez volt most. Tehát, hogy ezt föl lehet fogni így is, meg föl lehet fogni úgy is, hogy reszketek és félek, és próbálok esetleg másokon segíteni, ha már magamon tudtam. Tehát, hogy többféle megközelítése van egy adott problémának. És tudom jól, hogy ez a szitu, ami most történt így Püspökladányban, mivel szerencsés a végkifejlett, kis anyagi kár, ennyi, de oké. Mindenki megmaradt, ennek különösen örülök, viszont ennek ellenére rengeteg olyan probléma van, ami ennél súlyosabb. Sőt, szinte csak súlyosabb. Nem is akarok itt most sorolni, kimondani is rossz, tehát, de például egy háború. Most belegondoltam, most itt egy ilyen robbanás. Most mit élhetnek meg, vagy élhettek meg, és talán fognak megélni olyan emberek, akik olyan háború sújtotta övezetben laknak, ahol ez úgy mindennapos. És tényleg ott a szomszédban történik ugyanez a robbanás. És egymás után több. És akkor, ha még megmaradt, akkor talán van esélye elfutni, úgy önmagában egyedül. Szóval, tehát azért vannak ám fokozatok, így aztán súlyossági fokozatok az ilyen jellegű problémákban, ami után ez a bizonyos poszttraumás stressz reakció kialakulhat bennünk. És fontos, hogy a helyzethez mérten álljunk a feldolgozáshoz. Mert azt is tudom, hogy például Amerikában mi volt, az külön nagy probléma, hogy a Vietnámból hazatért katonák, akik ugye eléggé a társadalom szélére kerültek azáltal, hogy nem tudtak beilleszkedni, és szóval nagyon-nagyon durva helyzetek vannak. Tehát ez semmi ahhoz képest. Tehát ez tényleg nudli. Viszont vannak helyzetek, amik nehezek. Tehát ettől függetlenül, most ezt így átgondoltam saját magamban, hogy az, amit így megoldásként ajánlhatok, mint probléma feloldásaként, ez alkalmas-e, mondjuk úgy, hogy bármilyen ilyen jellegű szituációra alkalmazva. Én úgy találom, hogy igen. Megint csak mondom, hogy ez nem jelenti azt, hogy csak ezzel kell elindulnunk a megoldás felé, mert előfordulhat, és ez egyéni kérdés, hogy szükség van a szakemberre. Tehát ezt mindenkinek magának kell tudnia, vagy esetleg ajánlania valakinek, akinek ilyen jellegű problémája van. Tehát ez a stresszreakció, ez egy olyan okra vezethető vissza, ugye most beszéltem az egóról, azt már megbeszéltük, de ha ezt jobban megnézzük lélektan szintjén, akkor azt láthatjuk, hogy egy lelki immunrendszerre vezethetjük vissza ennek a problémának a kialakulását és fennmaradását. Tehát, ha gyenge ez az immunrendszer, tehát, hogy nincs meg bennem az a személyes integritás, talán ez így a legjobb megfogalmazás, az a személyes egység, hogy én úgy stabil vagyok magamban, rendben van. Jönnek a problémák, mennek a problémák, de én itt vagyok. Én attól még egész maradok. Engem nem törnek meg a különböző problémák. Akkor én rendben vagyok. Tehát akkor nekem ilyen problémám nem lesz, hogy ez úgy majd később valamiért fölmerül, az idegrendszerem nem omlik össze, és nem borulok meg, és nem jönnek ilyen tünetek, amiket itt az elején soroltam, ami mondjuk ehhez a betegséghez kapcsolható lenne. Tehát lényegében rákanyarodtam a személyiségfejlesztés fontosságára. Ezt így akkor szeretném aláhúzni, mert a személyiségfejlesztés az lényegében arról szól, hogy én egy ilyen belső tudati, lelki, megerősítő folyamaton menjek keresztül. Nem fejeztem még be a mondatot, most fogom befejezni, mások javára.
mert ekkor lesz igazán értelme az életemnek, hogyha mások javára cselekszem. Ezt fogom érezni. Ezért igaz a mondás, hogy jobb adni, mint kapni. Tehát jó kapni, hajaj, de adni még jobb, mert az az én életem értelmét jelenti, hogyha másoknak adhatok bármit, jó szót, segítséget, védelmet, mindent. Tehát az adás minősége kell, hogy megjelenjen. Oké, akkor nézzük meg, hogy ezt a poszttraumás stressz reakciót mi tartja fent? Ez az eszköze, a fenntartásának az eszköze, az pedig nem más, mint a sztori, ami itt a fejben így pörög. Tehát a probléma az, hogy a sztorit, ami történt velem, azt én lejátszom újra. Ez, még mondhatom azt, hogy ez még a gyengébb verziója a problémának. Figyelj, mert lesz egy húzósabb verzió is. Tehát, amikor átélem újra a történetet, és akkor tulajdonképpen ugyanazok az érzelmek följönnek bennem, átélem, és az rossz. Az rendkívül rossz. Rossz érzést okoz. Tehát, hogy átélem újra. Ez tartja fent. Viszont, ez, ilyenkor legalább nincs meg az elnyomás. Tehát nincs megoldás, de legalább nem nyomtam el magamban, nem folytottam el, és nem is merül feledésbe, hanem az úgy megtörtént. És újra átélem. És akkor még el is mesélem másoknak. Az tulajdonképpen egy oldódási folyamatot eredményez bennem, hogy legalább elmondom másoknak, és akkor képzelem, milyen szörnyű volt. És akkor ott voltam, és láttam, és meleg volt, és jöttek, és nagy láng, és puh, és akkor sorolom. Tehát tulajdonképpen ez egy önmentési folyamat is ám egyben, tehát saját magamat oldom, és lazítom azáltal, hogy elmesélem újra és újra. Oké, ez egy önkéntelen folyamat, tehát ehhez még sokan nem is tudják, hogy ez ilyen hatással van rájuk, de mégis a hatás ott van. Tehát ezért akkor elmondja. Akkor a legnagyobb probléma, amit itt szeretnék vastagon aláhúzni, és az ezzel kapcsolatos, az pedig a nem más, mint az új sztori gyártása. És ez itt a legnagyobb probléma, hogy a meglévő történetet én itt a fejemben elkezdem átalakítani. Amikor visszamentem, körülbelül egy órát voltam kint ott a külső utcánál, akkor szépen visszagyalogoltam, és utána hazaérkeztem, többieknek elmeséltem, hogy minden történt, és utána visszafeküdtünk az ágyba, mert hát akkor még csak olyan, nem volt még 5 óra, tehát nem terveztünk korai kelést, pláne egy ilyen sok hatásra azért jó volt még aludni egyet. És akkor lefeküdtünk aludni, és úgy nem tettem ezt, de most csak fikcióban mondom, hogy ezt tehettem volna. Hogy úgy lefekszem, és elkezdem azon gondolkodni, hogy na de mi lett volna akkor, ha? És ez itt az univerzális kérdés, ami fölmerülhet a fejemben, és sokaknak a fejébe fölmerül, és nekem is fölmerült korábbi más problémáknál, hogy mi lett volna, ha, és akkor itt a kipontozott részhez oda lehet írni. Ha ez a tűz sokkal nagyobb, ha mi ott lakunk a város szélén, sőt, ha a tűz elkezd terjedni, és akkor úgy jön, és ilyeneket filmekbe szoktunk látni, katasztrófa filmekben, és akkor jön a tűz, és akkor lángol minden, és akkor elégek én is, és az mennyire rossz, és akkor ezzel hergelem saját magamat. Tehát tulajdonképpen az eredeti sztorit átírom, ez már a sztorinak a második része, annak a kassza sikernek, ami ugye az első, a valódi történet volt, annak ez lesz a második része, ezt sokan úgy gondolják a mozisok, hogy akkor még egyszer robbantják a kasszát, ez meg is történik a fejünkben. A mozikban nem mindig, ott néha bukás a második rész, vagy a harmadik rész. A mi fejünkben viszont nagyon sok ilyen további részek. Mondhatnám, különböző évadok is megszületnek, amik sok-sok epizódból állnak. Mert akkor mi lett volna, ha ez történik? Mi lett volna, ha az történik? És az a nagy probléma, hogy én azt átélem, hogyan? Úgy, hogy érzelmek keletkeznek. Érzelmek keletkeznek.
ugye nem kell mondanom azt, hogy ezek az érzelmek, amiket én átélek a történet révén, ezek milyen hatással vannak a testemre. Rögtön érezhetem, hogy hevesebben ver a szívem. Rögtön érezhetem, hogy elgyengül a testem. Ez hatással van rám. Hatással van az egészségemre. Az ember az olyan hülye, hogy képes saját magát tönkretenni egészség szintjén. Csak azzal, hogy ilyen sztorikat gyárt. Most nem csak ilyen poszttraumás helyzeteket gyártva, helyzeteket kialakítva saját magában, mert végsősorban ezzel én saját magam hozom létre ezt a belső szituációt, ez egy belső körülmény, amiben nekem van egy reakcióm, és a reakció a hibás. Tehát, hogy én hogyan reagálok saját magamban. De végsősorban a tudatnak az az egyik fő problémája, és mondom, az egóra vezethető vissza, mert végsősorban az egó olyan önmagával tudja saját, tehát saját magát tudja azonosítani azáltal, hogy egy újabb sztorit kreál, és azt átéli, és annak a szenvedését is rögzíti. Hát itt ez a nagy probléma, hogy én egy ilyen mazoista állapotba kerülök, hogy elkezdem magam kínozni. Holott most a valóságot, ha megnézzük, annak ehhez semmi köze. Tehát tulajdonképpen ez egy teljesen gyagyás állapot. Én saját magamat teszem tönkre. Azzal, hogy csinálok egy sztorit, azt jól átélem, jól felhergelem magam, félek tőle, és utána kerülök különböző szituációkat, helyzeteket, ami esetleg ahhoz hasonló, és így tovább, és így tovább. Tehát fontos, hogy meglegyen a... Tehát az a tudatosság, megint a tudatosságnál vagyunk, tehát észnél legyek, így magyarán szólva, hogy föl tudjam mérni azt az adott helyzetet, hogy ott én hogyan kell, hogy reagáljak egy olyan bizonyos helyzetben, ahol mondjuk például tetlegességre is sor kerülhetne, egy ilyen szóváltásnál például, hogy mennyire menjél bele abba, hogy te szavak szintjén megvédd a saját böcsületedet. És akkor ott mérlegeld, mert ha azt látod, hogy voltam ilyen szituációban, hogy akkor inkább az alázatot fogom gyakorolni, és azt mondom, hogy figyelj, igazad van, bocsáss meg, ezt nem így gondoltam, igazad van, oké, hagyjuk, minden oké. Tehát ha így vissza tudsz vonulni, akkor lehet, hogy meg tudod magad menteni egy olyan helyzettől, ahol egymásnak menne a két fél, és egyik a másiknak a nyakát törné. Hát annak már súlyos következményei vannak, mindenkinek az életére nézve is, mert az egyik megy a temetőbe, a másik a sitre, és akkor megérte, csak azért, mert egyik a másiknak a böcsületébe gázolt. Ez a fránya, ego, már megint ott vagyunk. Tehát nem mesélek most ilyen sztorit, mert nekem is volt ilyen helyzetem. Szóval ezek nehéz helyzetek, főleg azért, mert ugye az érzelmek elhomályosítanak. Tehát ez a nagy probléma az érzelmekkel, hogy elhomályosítanak. A pozitívak is, a nagy lelkesedés is képes elhomályosítani, és olyan döntési szituációba bevin téged, ahol egy rossz döntés, azt hiszed, hogy akkor, mert olyan lelkes vagy, hogy jól döntesz, és az milyen hatással lesz a jövődre nézve. De miről beszéltem a tudatosságról, ami nem érzelem dús, abban nincs érzelem, abban nincs semmi más, csak egy tiszta átlátás a szituáció helyzetének az átlátása, hogy mi az, ami van, és mi az, ami kialakulhat, és ami kialakult, hogy az oda jutott az a helyzet. Tehát, hogy ezt átlátni, ezt nagyon nehéz akkor, amikor jön egy dús érzelmi reakció. Ott van bennem. Jön! Megütném! Kitekerném a nyakát! Tehát akkor nincs logikus gondolkodás. Hát sokan szerintem a sitről szívesen visszajönnének, és meggondolnák azt, hogy abban a nagy féltékenységi rohamukban inkább mégse vágná el a torkát annak a másiknak. Tehát nem éri meg. Szóval akkor az már logikus. Az már egy logikus, átlátható folyamat lesz utólag, amikor az érzelmek lecsendesülnek ott mondjuk az árkában. Milyen hülye hasonlatokkal jövök én, de hát muszáj ilyen szélsőségeket fölhozni, mert ez azért erősen rávilágít arra, hogy annak mértékében, amiben mi benne vagyunk egy olyan helyzetben, azért a logika ugyanaz. Nincs különbség. Tehát most valakinek csak beszólsz. Minek? Most akkor összeveszel vele egy hónapra, nem szól hozzád, most akkor buktál egy hónapot a vele való kapcsolatban. Pedig lehet, hogy milyen gyümölcsöző lehetett volna abban a kapcsolat, az a szituáció, az a, mármint az a kapcsolat, egy
amíg esetleg fasírtban voltál azzal a személlyel. Csak azért, mert rosszat mondtál neki. És ugye ez akkor probléma, amikor olyan szeméről van szó, akivel mondjuk együtt élsz. Na hát nem kell sok hasonlatot mondanom erre, igaz? Szóval mi a megoldás? Megoldás. Keressük a megoldást. Oké, most már úgyis jó sokat beszéltem erről, de valahogy mégis úgy érzem, hogy kellett, hogy ezt így átlássuk így együtt, és így közösen tudjunk gondolkodni erről a helyzetről. Tehát először is a megoldásnak, az önsegítő megoldásnak az lesz az első lépése, hogyha már itt a tudatosságot beazonosítottuk, hogy lássam, mi az, ami van. Tehát a valóság látásáról kell először beszélnünk. Ez pedig nem más, mint a történet, az igazi történet visszanézése, visszajátszása. Ha már a mozi példát hasonlítottuk, akkor nézzük meg, legyen ez egy ilyen kívülálló, mintha valóban te ott beülnél a vásony székbe, és akkor kényelmes, készíts magad mellé popcornt, meg Coca-Colát, ahogy szereted, és akkor oda ülve szépen végignézed újra ezt a történetet. Ez azért nagyon fontos, mert egyrészt beazonosítod a valóságot, tehát menj végig a folyamaton, hogy mi az, ami történt. Amikor én először meghallottam ezt a nagy robbanást, az volt a vízválasztó, akkor fölébredtem, tehát tulajdonképpen akkor a tudatosságom egy kis halvány jele már megmutatkozott, hogy valami itt nem stimmel, mi van? Ez még mindig lehetett volna akár egy álom is, tehát tulajdonképpen, ha annyi lett volna csupán, én valószínűleg visszaalszom, fordulok a másik oldalra, és akkor alszom tovább. Ez semmi, hát jó nagy zaj, oké, de hát végül is minden egyben van, minden rendben van, hát biztos csak álmodtam. Tehát ezzel sokan így lennénk szerintem, de ugye jött utána a folytatás, a nagy morajlás, ezt én éreztem, és akkor kinyitottam a szemem, és csak azt látom, hogy nagy fények is vannak. Ez már fölébresztett rendesen, tehát akkor üljünk föl, Edith is fölébredt, és kimentünk. Tehát tulajdonképpen végigmegyek a tényszerű lépéseken. Tehát én a moziba ezt nézem, hogy mi történt. Én azt ezt így csináltam. Utána kijöttek a többiek is, akkor kimentünk a teraszra, láttuk a nagy tüzet, meleg volt, tehát ezeket az érzéseket visszahozni. És itt tulajdonképpen a részletek megfigyelése fontos. Minél inkább megfigyeled a részleteket, hogy mi minden történt, hogy mi mindent láttál, mit éreztél, milyen, tehát az érzékszervi valóságodat, ami ott akkor abban a pont abban a helyzetben volt, és azt vissza tudod idézni, akkor annál tisztábbá teszi ezt az egész történetet. Tehát a valóságot hozod be ide a képbe, a vászonra, amit nézel. Tehát a valóságot megragadod. És nincs benne fantáziálás. Nincs benne, mi lett volna, ha az a tűz nagyobb, vagy ha rád dől a ház, vagy stb. Tehát nincs történetgyártás, csak történetfigyelés, a valódi történet figyelése. És akkor ilyen részletek alapján egyre dúsabb lesz a kép, egyre tisztább lesz a kép. Tehát nagyon előttem van. Nagyon, így most belegondolok, átmentem már ezen a folyamaton, tehát úgy végignéztem már ezt a történetet, nem is egyszer, és akkor meg most is végül is átélem újra. És azért is tudok erről ilyen lazán és mosolygósan beszélni, mert ezt én feloldottam, mert ott akkor voltak benne súlyos pontok, amikor úgy éreztem, megláttuk először a tüzet, hogy mi a szomszédég, és akkor mikor én az a tűz át hozzánk, főleg, hogy egymást is hergeltük talán azzal, hogy jaj, most akkor mi lesz, hogy lesz. Tehát ilyenkor érzelmek keletkeznek, és ezeket az érzelmeket kell megfigyelni. Tehát a gyakorlatnak, ennek az önsegítő gyakorlatnak, és már erről is beszéltem korábban, más hasonló helyzetekben, az a célja, hogy az érzelmeket, amelyek ezt a sztorit így fenntartják, melegítik, mert az érzelem az tűzerő, és az fenntartja. Ez, és át is alakítja, ez itt a másik része a problémának, a fő problémának, amíg új sztori jön létre, hogy át is alakul, és ott is a tűz van jelen, aminek a tudati szintű megfelelője egy az érzelmek szintjén beazonosítható. Tehát az érzelmek a tűzzel kapcsolatosak, és így akkor, ha megfigyeled
az érzelmet, és megfigyelted előtte, hogy mi az, ami történt, tudatosság megint, el tudod választani egyiket a másiktól. És itt a gyakorlatban az a lényeg, hogy a sztorit már kapcsold le róla, és maradjon meg az érzelem. Semmi más, csak az érzelem. Egyszerűen figyelj az érzelemre, ami följött azáltal, hogy visszanézted a valóságot, és azonosulj vele olyan szinten, hogy éld át. Tehát az azonosulást így értem. Tehát tulajdonképpen szűnjön meg maga az ego működése, tehát itt nem, nagyon fontos, hogy ott ne induljon be egy újabb sztori gyártás, amire egy nagyon nagy késztetés van ilyenkor, hanem csupán az érzelmet figyeld meg, hogy az ott van, és mennyire félelmetes volt, és ezt a félelmet megfigyelve tekints rá, tehát tekints rá, úgy azonosulj vele, hogy tekints rá, hogy csak a félelem van. Ebben az egész világon, ezen az egész világon csak a félelem van, és figyelj rá. És ekkor mi történik? Az történik, hogy a félelem elkezd feloldódni, és eltűnik. Ez a természete. Nem marad semmi. Eltűnik. Elpárolog. Mint a tűz ott a város szélén is. Sokáig tartott ugyan, de elillant. Elzárták a csapokat. Itt az történik, hogy a félelem energiája saját maga, mondhatnám azt, hogy maga ellen fordul, de inkább jobb megfogalmazás az, hogy saját magát elkezdi feloldani, tehát magára fordítod, és önmagát oldja fel, és elillan. És az elillanás nem azt jelenti, hogy az eltűnik, akkor az egy elveszett energia, nem. Ez tulajdonképpen egy lelki energia, amit te utána használhatsz, mert át tudsz majd vinni egy sokkal kreatívabb, nem egy önelnyomó, egy önpusztító állapotba, amit egészségileg mentális állapot szintjén negatív, hanem egy kreatív, egy alkotó irányba. Mondjuk festesz egy képet, vagy összebarkácsolsz valamit. Tehát ilyen formán is ez megmutatkozhat. Tehát tulajdonképpen nem is kell nagyon gondolkodni, hogy most akkor az energiával mit kezdjék, mert az ott van, akkor ott lebeg a levegőben. Hát ne félj, hogy az úgy elillan, hanem az úgy ott van, az a te tudatodnak a része marad, és az amikor szükséges, amikor majd te egy verset írsz, vagy csak egy levelet valakinek, vagy csak egy jó beszélgetésbe akarsz belemenni, ahol mondjuk jó érveket akarsz fölhozni, akkor az ott megmutatkozik. Tehát az intelligens, nyugodj meg, az ott abban a helyzetben, ahol szükség lesz rá, ott megmutatkozik, de most ez volt akkor a, mondjuk úgy így marketinges nyelven a csali, tehát, hogy ez az energia, ez a tied marad, nem elpusztít téged, nem beteggé tesz, hanem kreatívvá, alkotóvá tesz, tehát a feladat nem más, mint egyszerűen fölidézve, hogy mi az, ami valóban történt, abból kinyerve, mert fölismered, hogy ott vannak azok az érzelmek, megjelent az érzelem, csak akkor leválasztod a sztoriról, csak az érzelemre figyelsz, az érzelmet átéled, megfigyeled, ezzel ő saját magát, nem kell erőltetni, saját magát feloldja. Feloldja, elillan, egy ilyen nyugalom, ilyen, egyszerűen ilyen nyugalmat fogsz érezni, ilyen elégedett nyugalom lesz benned. És akkor utána nézheted a sztorit tovább is. Tehát, hogy mert ez a történet több részből is állhat. Hogy, hát áll is persze, főleg az én történetem, de a te történeted is. De lehet, hogy csak egy sok hatás, ami nagyon rövid történet, és akkor abban egy nagy dús érzelem van, akkor csak azzal dolgozol, de a több részből áll, itt valakivel összevesztél, ott valaki megbántott, itt ez történt, ott az történt. Tehát akkor ezek különböző érzelmeket indukálnak, amelyek mind-mind az egóra visszavezethetőek, de ezeket külön a történet azon szegmensében vizsgálva, és abból kinyerve és kiszedve, elválasztom, mondom a történetől, tehát hogy az elválasztás alatt csak azt értem, hogy ne gondolj tovább a történetet, azt most akkor is ott felejtsd el, hanem csak az érzelemre összpontosíts, éld át az érzelmet, old föl, boldogság, nyugalom, és lépj a következő fázisra. Ott is megtalálod, jaj, most ott az volt, akkor ott az érzelem, ami beazonosítható sztori. Elválaszt, érzelem, átél, nyugalom, boldogság, léphetünk tovább. A helyzettől és a traumát okozó problémától függően ezt a gyakorlatot végezd addig, amíg szükséges. Mert egy nagyon erős behatás az sok ilyen feloldást igényel. Tehát
lehet, hogy jó sok alkalommal kell ezen átmenned, míg az teljesen feloldódik, míg az teljesen ki tudod belőle hozni. Persze, hát ugye van tehát a gyász folyamat például, abban az se egyik napról a másikra, és több részből, nem, na szóval saját magam szavába vágok, tehát, hogy nem egyik napról a másikra lehet azt lezárni, vagy átmenni rajta, hanem napokon keresztül, vagy heteken, vagy akár hónapokon keresztül, ez is egyéni kérdés, de valakinek gyorsabban megy ugyanaz a probléma, valakinek lassabban, egyéni kérdés, minden egyéni kérdés, a módszer egyszerű, kérlek, használd. A másik pedig az, ami párhuzamosan alkalmazható és alkalmazandó, ez pedig az új sztori gyártásának a leállítása, mert az, hogy mi lett volna, ha itt és ott az történik, ha ez és ez így alakul. Ez nem a valóság, ez nem a tudatosság, hanem ez már egy ilyen ösztönös reakció a félelem miatt, a veszteségtől való félelem miatt, hogyha az ott engem, az az ember úgy megüt, hogy akkor majd ez történik velem, és akkor lebénulok, és akkor elkezd gondolkodni ilyen hülyeségeken, és ezt én átélem, és akkor az hat rám. Itt megint alkalmazható ez az előző módszer, hogy akkor feloldom magamban ezt a problémát, de sokkal jobb megelőzni magát a sztorit, legyártani. Tehát, hogy a sztorinak a legyártását előzzük meg, ne várjuk meg, mert az már fölösleges. Tehát attól még a sztori gyártás nem szűnik meg, hogy te most az abból kinyert érzelmet egyszerűen átviszed egy másik gyakorlatba. Tehát abból az előző gyakorlatba, hogy itt az dolgozod, megdolgozod, és akkor az föloldja magát, de attól még a sztori gyártás megmarad, ugyanolyan híres rendező leszel egy következő epizódnál, aki csinál egy jó filmet, és te utána, mint főszereplő el is játszod, és te, mint a moziban ülő közönség, élvezed. Hát, ez ám egy zavart helyzet, igaz? Tehát, és hát tulajdonképpen nem zavart, mert elég jó el vagyunk az ilyen játékokban. Megalkotjuk, legyártjuk, élvezzük. Az egész életet le lehet így élni. Hát csomóan így élnek. Tehát elképesztő, és akkor, na nem sorolom. Szóval a cél mi? A tudatosság. Figyelj! Jön a sztori gyártás, elvágom. Miért? Tehát tulajdonképpen felismerem a sztori gyártást. Tehát felismerem azt, hogy én most elkezdek egy történetet gyártani. Hehe, haver, hát ez nem történt meg. Azt te most csak megpróbálod kitalálni, hogy az a tűz jön és a te házadat is leégeti. Hát ilyen nem volt. Nem történt. Ekkor, ha én ezt felismerem, tehát tulajdonképpen a tudatosság nem más, mint a sztori gyártásának a felismerése. Nem probléma az, hogy te most gyártasz egy új sztorit. Nem az a probléma, hanem az, hogy nem ismered fel, hogy te gyártasz egy új sztorit. Tehát itt ez a probléma. Mert a sztori gyártás úgy is beindul, de ha felismered, hogy ez egy új sztori, és ott logikai, intellektuális oldalon benned megvan az, hogy tudod, hogy miért nem jó azt a sztorit legyártani, és utána átélni, és attól szenvedni, hát ezt beláttad, akkor rendben van. Akkor már csak a tudatosságra van szükség, hogy azt elvágd. Tehát tulajdonképpen itt ez egy vágás lesz, egy elvágás. Jön a történet, elvágom. Jön a történet, mert mindig jön. Elvágod. Jön a történet, elvágod. Ezt kell csak csinálni. Ez a folyamat. És utána nem lesz abból érzelem, amit utána külön még föl kéne dolgozni. Mert ha azt nem dolgozom föl, akkor az is megy be a csomagba, amit jó elnyomni. Ott, mélyre. Le kell nyomni. Mert hogy nem lehet élni, el kell nyomni. De az a sok elnyomás, elfolytás, az később, mint tudjuk, kifejeződik. Valamilyen formában. Gátlás lesz belőle. Nem merek a nyilvánosság előtt megszólalni például, hogy a saját házam táján maradjak, vagy kezdeményezni valakinél egy új kapcsolatot, például egy párkapcsolat. Hát rengetegen szer mindenki párosodni akar, és rengetegen szenvednek attól, hogy nem mer férfiak, főleg ugye, hát, hogy nem mernek megszólítani valakit, egy csinos hölgyet például, egy szórakozó helyen, mondjuk szerintem ismerkedni nem oda kell menni, de
legalább gyakorolni, akkor az jó. Szóval, vagy egy hölgy, aki nem mer mondjuk igent mondani, pedig nagyon szeretne. Nem is ez is egy ilyen ellentmondásos helyzet. Jó, a hölgyek gondolatvilágát azért én nem akarom itt kivesézni, mert az nem egy logikus dolog. Szóval azt meg kell értenünk nekünk férfiaknak, hogy ők egy kicsit magasabb szinten működnek, mint mi, és föl kell nőnünk hozzájuk, de legalábbis a kegyükbe kell, hogy férkőzzünk, és az meg nem arról szól, hogy én most valamilyen úton, módon, logikusan próbálok közelíteni, de akkor most nem akarom saját magamat zavarba hozni, úgyhogy ezt a témát lapozom. Tehát a harmadik része pedig ennek a megoldásnak, ugye beszéltem arról, hogy a magát a történetet, azt az igazi történetet, azt ismerjük fel, játsszuk is le magunkba, nyerjük ki belőle az érzelmeket, azonosítsuk, és oldjuk fel. Ez volt az egyik. A másik pedig az új sztori. Az újabb és újabb sztorinak a gyártásának az elvágása, leállítása, tudatosság kell hozzá, leállítani. Ez a legfontosabb, tehát felismerni és leállítani. Egyrészt, mert ez fenntartja a problémát, és másrészt pedig torzítja a valóságot. A valóság a számunkra teljesen átalakul. Tehát átalakulhat. Én ismertem olyan embert, aki annyit hazudott az életében, hogy utána már azt is elhitte. És hiába tettük volna rá egy poligráfra, ott már ki se jelez, nem is jelezte volna, hogy az nem az igazság. Mármint, hogy igen, hogy nem az igazság. Tehát, hogy hazudott. Tehát döbbenetes. Tehát, és az ismétlés. Ehhez biztos valami ismétlés törvénye, hogyha minél inkább ismétlünk valamit, az annál inkább valósággá válik. De hát ezt a reklám szakmában elég jól tudják, hát ezért kell ismételni a reklámokat. A mosópor reklám az így, és így, és így, és így, és így, és így működik. Tehát mindig azt látod, akkor azt is elhiszed egy idő után. Nem csak az, akinek mondják, hanem az is, aki mondja ebben az esetben. Tehát ez is működik. És akkor itt jön be a harmadik, ami egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mivel a helyzet az, hogy én most itt vagyok, nem lettem áldozata a tűzvésznek, túléltünk baleseteket, most akkor ugye mindenki gondoljon a saját maga traumatikus helyzetére, amit eddig megtapasztalt a világban, akár megtapasztalt, mint résztvevő, vagy csak mint megfigyelő. Tehát túléltünk bizonyos szituációkat, ez arra enged következtetni, hogy élünk. Én most, aki itt beszélek ezen a felvételen, ez egy bizonyíték arra, hogy élek. Te, aki ezt hallgatod és látod, ez arra bizonyíték, hogy szintén élsz. Ez pedig arra kell, hogy bennünket ösztönözzön, mindannyiunkat, hogy hálásak legyünk. A hála érzése, azt mondják, hogy a legmagasabb rezgés számú érzelmi állapot. Nem tudom, hogy ezt kimérte meg, és hogy ez milyen frekvencia, az most nem is érdekes. Egy biztos, hogyha bennünk a megbecsülés érzése megjelenik, ami tulajdonképpen az, hogy hálás vagyok azért, ami van, egyáltalán, hogy élek, teljesen mindegy, hogy mit vesztettem, hogy milyen, igen, hogy milyen veszteségen mentem keresztül, amitől ugye féltem, hogy mondjuk elvesztem, de aztán el is vesztettem, és utána megvolt annak a fájdalma is, annak a veszteségnek, de ha én ezt földolgozom magamban, és minél előbb eljutok abba a pozícióba, így tudatilag, hogy hálás tudok lenni, és meg tudom becsülni azt, ami van, a helyzetemet, hogy még élek, hogy még van valamim, hogy még vannak barátaim, még vannak nézőim. Ez csodálatos. Tehát ennél nagyobb öröm engem nem érhet. Tehát ez a legmagasabb rendű érzés így bennem, hogy én hálás vagyok azért, ami van. Akármi is történt, de ha még itt vagyok, akkor minden okom megvan arra, hogy boldog legyek. És ez a hálám múlik. Akármilyen helyzeten megyünk keresztül, akármekkora veszteség ér, anyagi, testi, kapcsolati, mentális, bármi, ha még tudunk magunkról, és még ki tudjuk magunkban, fel tudjuk magunkban kelteni ezt az érzést, hogy hálásak legyünk azért, hogy még itt vagyunk, akkor minden okunk megvan arra, hogy boldogok legyünk.
Én ezzel zárom akkor ezt a mai kis rövid, nem tudom, több mint egy órán keresztül beszéltem eddig, ezt a rövid kis gondolatmenetemet, amiről úgy érzem, hogy még nagyon sokat lehetne beszélni. Kérlek, ezt gondold magadban tovább, nézd meg a saját szituációidat, mert biztos, hogy volt neked is olyan helyzeted, ami traumatikusan érintett téged. Ha más nem, egy egyest kaptál az iskolában. Vagy hármas csak. Bár csak én kaptam volna mindig hármast, akkor annak nagyon örültem volna. Az egyesek meg sem piszkáltak engem, mert azt túlságosan megszoktam. Tehát kinek mi egy traumatikus helyzet? Szóval gondold át, és nézd meg a lehetőségét annak, hogy akár csak azzal, amit itt elmondtam, így végig gondolva, és alkalmazva ezeket a gyakorlatokat, amiket itt elmondtam, ezzel előrébb vagy-e? Nézd meg! És hogyha úgy látod, hogy ez hasznos, akár neked, vagy akár másoknak, akkor kérlek, oszd meg másokkal is ezt a gyakorlatot. Nem feltétlenül itt ezzel a felvétellel akarok itt most, hogy ezt küld tovább, hanem csak beszéld meg valakivel, akin úgy látod, hogy szüksége van a segítségre. Mert emlékszel, én legalábbis így tartom, hogy az életnek akkor van értelme, ha segíthetünk másoknak. Akármilyen kis mértékben is, de egy kicsit tudjunk adni másoknak. Mert tudod, adni jobb, mint kapni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál velem. Nagyon jól esett, hogy ezt most elmondhattam neked, és bízom benne, hogy egyre kevesebb, és ha lehet, akkor egyáltalán ne legyen traumatikus helyzet az életünkben. Ha pedig lesz, akkor attól úgyis többek leszünk, mert az a tapasztalat, ami ér bennünket, és ha tudatosak vagyunk, akkor azáltal csak bölcsebbé válhatunk. Mert tapasztalunk a világban valami újat, valami mást, valamit, amiből kigazdálkodhatunk valami következő lépést, ami előrébb visz bennünket mások javára. Úgyhogy köszönöm szépen, kérlek, ne folytsd el magadban a gondolatokat, így a felvétel alatt nagyon szívesen olvasnám a gondolataidat, vagy csak jelezd, hogy itt voltál, már annak is örülök. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm, és nagyon hálás vagyok azért, hogy meghallgattál, és mint ahogy eddig is, itt folytatjuk. Köszönöm szépen. Hello!